Szeretettel köszöntök mindenkit, én Göblös Péter vagyok, és egy újabb videóval jelentkezem, mégpedig egy különleges videóval, ahol egy kicsit kézműveskedünk. Én nagyon szeretem ezt a kockaépítős, papírhajtogatós dolgokat. Volt az elmúlt időszakban lehetőségem igen sok robotot megépíteni, a Lego Milestone és a Lego Boost jóvoltából, és hát találtam egy érdekes dolgot. Ugye az elmúlt hetekben mutatta be Elon Musk, a nagy innovatív ember, ő is egyben példakép is egyébként, a legújabb Tesla modelljét, ami igencsak megosztotta az embereket, ugye a Cybertruckról van szó. Ahogy a videón is a képeken látszik, egy 80-as évekből a mai világba gurult autóról van szó, legalábbis a kinézetére értem én ezt a 80-as éveket. Ugye ez a szögletes forma, ez igen megosztotta az embereket. Nehéz azt mondani erre az autóra, hogy szép, jó néz ki. Viszont tény, hogy nagyon különleges. Az elmúlt napokban láttam az egyik kedvenc videósomnak, Horváth Andrásnak a filmjét, ahol elkészített egy ilyen Cybertruckot papírból. És hát én is utána kerestem, hogy hol lehet ezt a formát, ezt a mintát letölteni. Egyébként ennek a videónak az alján is megtalálható lesz a leírásában a link, úgyhogy bárki elkészítheti. Úgyhogy kinyomtattam a formákat, amiket itt a kamerában mutatom, amiket ki kell vágni. Különböző ilyen színekre nyomtattam rá, hát a feketére való nyomtatás, nem tudom, hogy a kamera az mennyire adja vissza, vagy egy fényben kicsit megtöröm, tehát valamennyire látszik a nyomtatás, annyira pont látszik, hogy ki tudjam vágni. Eredetileg a minta is, amit a leírásban megadtam, az A3-as méret, illetve A4-es méret, és akkor ezt nagyítottam ki A3-asra, remélem, hogy a méretek stimmelni fognak. És akkor neki is állok a munkának, de valószínű, hogy nem ma este fogom ezt befejezni, de a videóban ezt egy kicsit fölgyorsítom, hogy ne legyen unalmas. Kezdjük neki! Vagyok a második napa. Akarom folytatni a munkát, de rákattantam az astrosóra. Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon jó. Meg kell oldani ezt a rejtvényt. Hihetetlen izgalmak vannak, egyszerűen nem tudok elszakadni. Nézzük meg, hogy lesz-e magyar ember, aki ezt a hihetetlen nehéz feladatot meg tudja oldani. A feszültség, ez benne van ebben a műsorban. A bácsi egyszerűen nem érti, hogy nem telefonálunk. Miért nem hívjuk fel 485 forint per percért? 3 másodperc van már, körülbelül 10 perce az időből, mindjárt lejár. Senki nem jelentkezik. Felháborító.
Nézd meg az anyját, vedd el a lányát. Aki ezt van tudja... Egy ember, itt velem szemben. Óha. Lehet egy magyar ember. És ő fogja tudni azt, amit még az Amerikában sem. Itt van velem szemben. Most örülök. Ezt nem tudják Amerikába. Nehéz is így a sorsuk. Nem is tudom, hogy lehet így élni. Tegnap este ugye a vágással fejeztem be a dolgokat, és ma folytatom tovább a munkát. Jön a hajtogatás, illetve jön a macska. A macska tegnap se volt nagyon a segítségemre, mert pont ezt csinálta, dolgokat szedett ki a táblámból. Jön is macska. Hát elkészültem a vázzal. Nem volt olyan egyszerű, mint ahogy azt én terveztem. Nem biztos, hogy jó ez a ragasztó, ez igencsak folyékony, és hát ilyen hibák keletkeztek, hogy átlátszik a ragasztó, ilyen kis foltot hagyott. Úgyhogy most az a tervem, hogy veszek ilyen ezüst színű festéket, és azzal lefújom ezt az egészet. Egyébként is az jobban hasonlít a rozsdamentes acélre. Na hát elérkeztünk a kocsi készítésnek a végéhez, itt most kiadtam jó néhány lépést, ugyanis annyira belemerültem a munkába, hogy elméletileg nem is akartam kamerázni, csak úgy voltam vele, hogy néhány dolgot ráragasztok, ilyen apróságot, aztán úgy merültem a munkába, hogy végül többé-kevésbé meg is csináltam a kocsit, ugye így néz ki. Lefújtam ilyen ezüst színnel, ugyanis ez a ragasztó, ugye ez ilyen folyósabb ragasztó, ez itt ilyen, látszik, igen. Ilyen foltot hagyott, gondoltam, hogy lefújom, sokkal jobban néz ki egyébként így, jobban hasonlít ez a rozsdamentes acélra. De nem sikerült eltüntetni ezt a foltot, úgyhogy ez most már így rajta marad. Készítettem ilyen merevítést belülre, mind ahogy az alábbi kis videón is látszik. Annyi különbséggel, hogy én ezt a keréktartókat, ezeket nem külön vágtam meg, hanem egyszerűen csak behajlítottam, és én úgy látom, hogy így sokkal stabilabb, jobban tartja az egész szerkezetet. Nagyon jól meg van szerkesztve egyébként ez a modell. Tényleg, hogyha az ember rájön, hogy kell összerakni, akkor nagyon egyszerű, és egyre jobban tetszik ez a forma, egyre jobban tetszik az autó. Ugye az elején mondtam, hogy nem a szívem csücske ez a formavilág. Nagyon 80-as évek, de egyre jobban bejön. Most a végéhez értem, most jön a kerekeknek az elkészítése, ide is vágtam ki ilyen merevítéseket, és most ez fog következni. Kis Cybertruck, így néz ki. Egy kicsit tuningoltam a fehér szallaggal előre lámpát, pirossal pedig hátra készítettem. És el kell mondanom, hogy annak ellenére, hogy amikor legelőször megláttam ezt a formát, ezt az autót, egyáltalán nem tetszett, de most, hogy így előttem van, kimondottan dögös, nem is tudom, jó néz ki. Határozottan jó néz ki. Hogyha valaki szeretné ezt megépíteni, ezt nyugodtan megteheti, ugyanis a leírásban megtalálja a mintákat, letölti, kinyomtatja és elkészíti. Köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk legközelebb. Sziasztok!